ott is látható a visszaesés, körülbelül 1970-re estek vissza az értékek, húsfogyasztásban 26%-kal, mármint a tápanyag érték, összességében 16%-kal, 1965-re esett vissza az ország. 65-ben engedték ki, még az 56-os foglyoknak a nagy részét, 63-65-ben. Ez nagyon helyen volt. Arra az időszakra estünk vissza. És mellette látható, hogy világos szürke görbe, az a következő jelenti, az a termelést. Nem a tápanyag termelést, az ipari termelést illusztrálja. Látják a képernyőt? Vagy ott látható? Na ez a legveszélyesebb. Azt jelenti, hogy a társadalom élelmezésben elmarad, másik képen is látható, élelmezésben elmarad, közben egyre nagyobb teljesítményt nyújt a termelésben, az ipari termelésben. Mit jelent ez? Olyan, mint a hadifoglalkot, amikor dolgoztatták. Kevés élelemmel nagy teljesítmény. Ezáltal tönkre az ember. Ezért kapnak betegségeket. Túl vannak hajszolva. Gyenge hozzá az élelmezés a teljesítményhez. És már csak egy betegség keresi az embert. Milyen a vérrendszere, és már el is kap egy betegség. Nézzük a külföldi összehasonlítást. A magyarok azt hiszik, hogy nagyon sok hús fogyasztanak, hát ez nem igaz. Itt a kép mutatja, jól látható, sötét szürke a magyar érték. Hát kérem szépen, Bulgáriát előzzük meg egy kicsit, meg Romániát, senki más. Úgyhogy, hát ez a kép. A zsírfogyasztásban nagyon jó az értékünk, ami káros. Sőt, mi olyan zsírt fogyasztunk, amely koleszterindús, nem pedig olyan, ami koleszterin szegény, és abban is vannak olyan fajták, amelyek egészséges típusú kívül a szervezetből. A magyarok pedig nem. Na most nézzük a termelést és a jövedelmet. Termelésben látható ez a világos kék, rombusz alakú diagram, a szürke téglalapokból pedig a jövedelem. Látható, hogy 95 a függőleges olaj előtt a termelés és a jövedelem együtt mozgott. Volt nálunk a Magyarok Szövetségében egy orvos, és ehhez hasonló diagramot mutatott 1922-ben visszamenőleg. A diagram úgy nézett ki, hogy 22-ben a háború után emelkedett, most egyre emelkedett ebben, és a második világháború után le, utána megint emelkedett. Érdekes módon kettő érték fedésben volt. 1990 után vált ketté. Neki el úgy tűnt fel, hogy ez egy súlyos mutató. Tehát az azt jelenti, hogy 90 után a magyar társadalom sokkal rosszabbul keres a munkáért, mint amilyen teljesítmény volt. Ez a 1920-ig visszamenőleg nem következett be Magyarországon. Na most nézzük az értékeket. Látható, hogy a jövedelmi érték nem egy nagyon csökkent 90 után, a termelés index hirtelen csökkent, de 95-96-ban újra emelkedett. Most körülbelül ugye csökkent a termelési index, a jövedelem nem annyira csökkent. 2006-2007-ben a jövedelmeknek 64%-ban múlta felül a termelés, most körülbelül 55-60%-ban. Most nézzük ennek a kettőnek a különbségét. Ugye előzőleg láttuk, hogy a jövedelmi elvárás, ami szocializmusban megvolt, egy pillanatban mutatom gyorsan, ugye ez a táblázat, vagy ez a diagram, 13 millió forint családonként a elmaradás, de mutatjuk azt, hogy miért várunk el jövedelmi növekedést, nincs teljesítményünk. Hát a teljesítményünk megvan, sőt, sokkal nagyobb, mint előzőleg volt. Hát kérem szépen, a hiány két keresés családra számítva 11,2 millió forint. Tehát az előző 13,2, ez 11,2. Tehát lehetne elvárásunk, nem csak vágyunk van, jogos elvárásunk lehetne, és ez nem teljesül. És ez az érték 800 ezer forinttal nőtt évente körülbelül. Na most nézzük meg külföldre tekintve az értékeket. Már gondolhatnánk azt is, hogy kérem szépen, hogy lehet nekünk jövedelmi elvárások más országban is. Ez van. Hát kérem, a GDP-hez méltán a magyarok veszik fel a legkevesebb bért. Meg lehet nézni. Elmaradok a lengyelekhez, a csehekhez, mindenkihez képest. A leginkább szenvedkező a lengyel érték. Azért, mert a lengyeleknek az egyfőre jutó GDP értéke az ma is kisebb, mint a magyaroké. És több a fizetésük, 30%-kal. Tehát azt jelenti, hogy a magyar munkaerő mesterségesre le van értékelve.
tevésé tovább. Természetesen egy társadalomban a jövedelmi értékek minden rétegben nem egyezőek. Különbségek vannak. 90 előtt ez volt a kép. A legszegényebb egy tized és a leggazdagabb egy tized között 4,5-szeres volt a különbség. Jobb oldalon van a leggazdagabb réteg, az a tizedik, látható? Tizedik. És a legszegényebb pedig a bal oldalon az egyes. 4,5%-ot vett fel a legszegényebb réteg a nemzeti összjövedelemből, a gazdag pedig 22%-ot. Kettő között 4,5-szeres volt a különbség. Nagyon fontos, hogy ez a fajta különbség, ez a jövedelmi különbség, amit látunk itt a rétegek között, ez Dániáról volt akkor jellemző. Tehát amelyik jóval előbb már kapitalista állam volt, annak a jövedelmi különbsége akkor volt, mint Magyarországi, a szocialista országi, 87-ben, ez 87-es lett. Na nézzük meg, mi történt 90 után. 90 után a legszegényebb egy réteg, nézzük csak, 4,5%. Ez egyeset figyeljük, a rövés azt mondjuk látható. Felmérjük újra az egyesre, és az egyesre csökkent. Tehát a legszegényebbnek 44%-kal, de minden bizonnyal 38%-kal csökkent a jövedel, már 87-hez jött. Na most a gazdagoké pedig 22-27%-ra emelkedett, ez valójában több, tehát a kettő között hivatalosan 7,5, valójában 10-szeresen eltérés. Tehát mondjuk a kettőt most külön, de hogy mondjuk ki egymásból őket, és ez a leginkább leleplező diagramja a 90 utáni rendszernek. De azt jelenti, hogy 90 után a társadalom 80%-a jövedelmileg rosszabbul él, mint 90 előtt. Ezt a diagram ezt mutatja. Ez exakt, ez olyan kristály tisztán, a patika mérnek. Ezzel senki nem tud mit hozni. Ez a bűncímere a 90 utáni rendszernek, és ezért kell beavatkozni ebben. Ezért tovább nem lehet. 20% nyert, mondhatom azt is, hogy körülbelül 80%-ának stagnált, de főleg leszakadt a jövedelmet. A 8. tizedé mondjuk stagnált, a 9. is, többieknél pedig leszakadt, vagy kiugrott. Most a nyertes réteg, az a 20%, az már nem csak 90 után emelkedett ki, hanem lehet látni a csillagosok, ugye? Legalább vannak a keresztesek, igen, a keresztények azok mindig szegények, a csillagosok még mindig gazdagok. Tehát a csillagosok már a 80-as években elég jól kiemelkedtek. Tehát nem volt egyáltalán egyenlőség elvű társadalom. Lehet látni a diagramot? Úgy nézzük ezt, mint valami kórházi zárójelentés. Tehát ez molekuláris szinten tiszta és pontos. Most sokat emlégetik azt, hogy rosszabbul élünk, hogy 90 előtt, átlagban nem, a reál jövedelem, minden jövedelem visszaesett a 90-es értékre. Körülbelül 2006-ban 12%-kal múlta fel a 90-es értéket, és utána a következőben egy újra csökkenés, és most ott állunk átlagban, mint 90-ben. Ellenben az alsó 80%, tehát akit említettem, itt mutatom külön a női réteget, annak az átlagban láthatóan a szagotokban a 60, a vastagban az átlag. Tehát a lakosság 80%-a, így kell pontosítani, a lakosság 80%-a jelentősen rosszabbul él, mint 90 előtt. Ide jutottunk. Menjünk tovább. Most pedig a diagram is alapján egy táblázat készült. Magyarországon az életkort mutatja, ez egy régebbi érték, mert azóta kicsit az életkor növekedett, de a környező országhoz képest nem növekedett. Minden környező országhoz képest Magyarországon a legkisebb az átlag életkor. Igaz, hogy 1-2 tizedben marad el a román értéktől, akkor is kisebb. Kisebb a háború viselők, a Szerbiához mértem, kisebb a mindenkihez mértem. A magyaroknak legkisebb az életkoruk, és legnagyobb a népességfogyásuk. Egy időben nagy volt a népességfogyás a Romániának, de azóta csökkent, és a cseheknél is volt népességfogyás. Azóta ez régebbi érték, majd mostani értékkel feltöltött, azóta csak romlott a magyar helyzet, a többieké javult. Ha magyar nem is nagyon romlott, főleg az látható, hogy a többieké javult. Elmaradunk az EU átlagtól, mint életkorban, ott jobb oldalt, az utolsó osztva mutatja, 8 évvel vagyunk elmaradva az unió átlag életkorától.